Elrajtolt a Tour de Obuda mindkét szakasza. Ahogy láttuk, rengetegen jelentkeztek. Hányan indultak el ma a bicikli versenyen? A reggeli regisztráció alapján most összesítettük, és a két távon összesen 700 fő indult el, ami nagy örömünkre szolgál. Úgy látszik, hogy megfordult az a tendencia, ami korábban ismeretes volt, ugyanis a Szentendrei a 38 km-es távon kétszer annyian indultak, mint a Békés-Magyari távon, úgyhogy ezt nagy örömmel fogadtuk. Ez azt jelenti, hogy ugye sokkal bevállalósabb a közönség, és hogy sportbarát Óbuda, úgyhogy nagyobb távokat is bátrabban bevállal. Óriási siker volt a futófesztivál is, hatalmas tömegeket mozgatott meg, és hát úgy láttuk itt ma reggel, hogy itt is kicsik, nagyok, gyerekek, felnőttek, mindenki itt volt. Elmondanád de azt, hogy milyen rendezvények várhatóak még a továbbiakban? Igen, lassan a tavaszi rendezvénysorozatainak vége van. A fitness nap és a említett futófesztivál, valamint a mai napi Tour de Obuda után vizes eseményekre evezünk. Június 20-án tartjuk a nyugdíjas sportnapot Csillaghegyi strandon, majd július 19-én szintén egy családi sportnapot a Csillaghegyi strandon, és augusztus 16-án, már a nyári szünidő végén pedig szintén egy napot szervezünk. Itt minden harmadik kerületi lakosnak ingyenes lesz a részvétel. Kérjük, hogy lakcímkártyát azért hozzanak magukkal, és számos sportcsaládi programot szervezünk nekik erre az alkalmakra. Nagyon várjuk, már én is ott leszek, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a következő eseményeinkre, nem csak a szabadidő szerettem rendezvénysorozat keretein belül, hanem az összes óbudai eseményünkre.